Különös hangulat kerít hatalmába, ahogy belépünk a Vörösmarty Művelődési Ház egyik felső emeleti termébe. A pacsker készítő hölgyek, asszonyok nem csak kézügyességüket, tapasztalatukat, jókedvüket és álhatatos munkájukat hozzák el a találkozóra, hanem egy ennél sokkal fontosabb, megfoghatatlan, mégis tapintható valóságot. A hagyományokat, azok tiszteletét és szeretetét, ezzel együtt pedig egy kicsit eltemetett őseinket is, mindig fürgekező és almaillatú nagymamákat, dédiket, akiket oly sokszor láthattunk téli estéken kézimunkázni, amiből áradt a gondoskodás és a szeretet melege. Engem, ahogy figyelem a hölgyeket, ilyen nem is gondolatok, inkább hangulatok kerítenek hatalmukba. A Pacsker Készítő Klub szokásos közös foglalkozására érkeztünk, és én csak ámulok, hogy bizony kéz és száj egyszerre is milyen jól tud együttműködni, mert a pacskerek készülése közben mindegyik asztalnál vidám társalgás zajlik, de természetesen a tanulás az előbbre való a mai alkalmon. Nem fogyasztott. Tehát most ezen, akkor csak simán átmegyek, igen, akkor meg. Már nem kell Látom. Fogyasztani. Így. Csak simán. És akkor két sor menjen. Ja. Ja, hogy ne legyen olyan hirtelen egy ja. Csücskös. A volt kolléganőm, az már korábban is kötött pacskerekat, és a barátnőmnek a barátnőm hívott el, hogy jöjjünk el. De nem nagyon sokszor tudok eljönni, mert más dolgaim vannak. De akkor a köté... Meg szeretném tanulni. Tulajdonképpen én székely vagyok, de nagyon tetszik a pacskerkötés, és meg szeretném tanulni. De azért úgy látom, hogy a kézimunkázás és a kötés, mert hogy nagyon szép az, ami a kezében van, az nem ismeretlen és nem idegen. Nem, én nagyon sokat kötöttem, amikor a gyerekeim picik voltak, de aztán utána egy időre abba maradt, mert elég sokszor későn értem haza a munkából. Aztán most nyugdíjas vagyok, és úgy gondolom, hogy egy picit jó lenne, hogyha az unokáknak át tudnám adni majd később a pacskerkötést. Mennyire nehéz egy gyakorlott kötőnek, aki tud kézi munkázni, mennyire nehéz a pacskerkötést megtanulni? Hát... Nehéz. Nekem le kell írni mindenfélét. Gondolom, hogyha egyet megcsinálok, akkor utána már egy kicsit könnyebb lesz. Hát akkor ez az első igen, próbálkozás? Ez az első próbálkozás, igen. Igen. A barátnőm az már kötött egy párat, úgyhogy ő neki jobban megy, úgyhogy fog nekem segíteni. Elfoglal, szórakoztat, nincs, nem gondol az ember ilyenkor a betegségre, hanem dolgozik, jár a keze. Tévénél nem alszik el, hanem köt és figyel. Mióta kötés van, horgolás, gyerekkoromban függönyöket kellett horgolnunk, a szüleink arra tanítottak, utána pulóvereket, mikor bejöttek a divatba pulóverok, akkor azt csináltam, úgyhogy mindig elfoglaltam magam este ilyen dolgokkal, úgyhogy nem ültem hiába. Till Jánosné Marika néni férjével Szekszárdról érkezett. Marika néniről érdemes tudni, hogy a hagyományos sváb népviseleteket kutatja, illetve varja meg babaruha méretben. Gyönyörű munkáit különböző kiállításokon is megcsodálhatja a közönség, és igaz a mondás, a jó pap is holtig tanul. Járunk rendszeresen, nagyon szívesen, sokan vannak, most egy kicsit kevesen vagyunk, de van, amikor háromszor ennyien is vagyunk, és nagyon sok szép mintát cserélünk, van már egy szép kis mintagyűjteményünk, hát olyan 200 körül van már pacskermintánk, úgyhogy nagyon szépen alakul. Ugye, szeretnénk kiadni egy kiadványt a kohilonkával, ami a pacskerokat összegyűjti, a pacskermintákat, sváb pacskermintákat, és hát arra készülünk, és azért is alakult ez a pacskerkör, hogy itt, akik itt vagyunk, mind hoz valamit, és akkor abból összeadódik egy szép kis gyűjtemény. A lényeg a hagyomány megőrzés, és lényeg az, hogy összegyűjtsük a mintákat. Azon kívül meg hát egy szórakozás is, mert nagyon sokan szívesen jönnek. Ez egy jó kis időtöltés. Lizi nénitől azután érdeklődtem, vajon mennyi időbe telhet engem megtanítani erre a gyönyörű kézi munkázásra. Csapjuk a magam, milyen ügyes? Hát én nagyon ügyes vagyok. Hát biztos, hát többször kell, mert most is itt volt egy kis fiatal a lány, azt is tanítjuk, tehát sokszor az ember attól függ, hogy nem is kötöttél egyáltalán? De. Na azért, akkor már
Hát én 12 éves voltam, amikor elkezdtem. Meg Ófaluban, ófalusi lány voltam, és akkoriban még jártunk Fonóban. És mindenki kötött, horgolt, vagy kézimunkázott, vagy hímzett, úgyhogy még minden este mentünk Fonóban. Ez a legszebb idő volt. És hát mi lesz ezekkel a pacskarokkal, gyönyörű pacskarokkal, miután elkészülnek? Használják őket? Hát van, amikor használom, mert ugye föl a Hofstelda kertbe, de így nem használom. Volt egy szomszéd asszony, annak kötöttem, de azért, mert télen nagyon meleg. Az ember papucsban van, akkor ezt nem, mint ez bele. És én egész télen nem pacskár, én szoknit kötöm magamnak. És akkor ki tudok bújni, és nem fázik a lábam, úgyhogy nagyon meleg. Ez gyakorló, ez nem is műszál. A pacskár egy jellegzetes sváb viselet, Tolna megyében különösen díszes motivumokkal ékesített lábbeli. Ebben a térségben, Tolnában és Baranyában sokaknak van gyűjteménye. Így merült fel Bonyhádon is az igény, hogy legyen olyan foglalkozás, ahol el lehet sajátítani a pacskerkötés fortéjait. Aki nem hiszi, járjon utána.